Köszöntöm a Sopron TV valamennyi kedves nézőjét, Önök a Hajrá Sopron 2023-as februári 4. adását látják. Mai adásunkban beszámolunk a Sopron Basket Euroliga találkozójáról és az együttes hétvégi bajnoki mérkőzéséről. Stúdiónk vendégei lesznek Iker László István és Varga Krisztina, adásunk végén pedig a Soproni NB2-es vízilabda csapat aktuális meccséről láthatnak összefoglalót. Jó szórakozást kívánunk! A címvédő Sopron hazai pályán meglepetésre kikapott a sereghajtó francia Lantól csütörtökön a női kosárlabda Euroliga 13. fordulójában. Az együttes a vereség miatt így még nem biztosította a helyét a negyed döntőben. A Sopron 8/4-es győzelmi mutatóval állt a B csoport élén két fordulóval az alapszakasz vége előtt. A csütörtöki meccs nyitó negyede kiegyenlített küzdelmet hozott, aztán a folytatásban a csapatkapitány Fegyverneki Zsófia és a szerbekkel kétszeres Európa bajnok jelen a Brooks vezetésével beleerősítettek a hazaiak, így a nagyszünetben 36-30 volt az állás. A második játékrész örömteli pillanata volt Határ Bernadett visszatérése, a 208 centis válogatott center az NB1 áprilisi döntőjében szenvedett súlyos térsérülést, és azóta harcképtelen volt. Térfélcsere után több hiba csúszott a soproni támadásokba, a franciák pedig keményen tartották magukat, ennek eredményeképpen megnyerték a harmadik játékrészt. A hajrá is izgalmasan alakult, folyamatosan 4-5 ponton belül volt az ellenfél, aztán a 40 éves Céline Dumerc triplájával 3,5 perccel a vége előtt 57-60 állt a nagy órán. A hátralevő időben a házigazdák már csak futni tudtak az eredmény után, sorra rontották el a tripla kísérleteket, így meglepetésre végül a Land ünnepelhetett. Ez azt jelenti, hogy a Sopron egyelőre nem biztosította helyét a rájátszásban, a negyeddöntős folytatás pedig jövő szerdán az olasz Schio sarnokában dőlhet el az alapszakasz zárásán. A bajnokság 20. fordulójában a Sopron Basket 65-57-es győzelmet aratott az atomerőmű KSC Szekszárd ellen. Az együttes továbbra is magabiztosan vezeti a hazai pontvadászatot. A mérkőzést Keisha Gori közeli találata indította, mellyel a Szekszárd került lépéselőnybe. 3 perc elteltével már 7-2-re vezetett a Szekszárd. A Sopron ezután Fegyverneki Zsófia vezetésével váltott ritmust. Megbegor vette kezei közé az irányítást, kinek játék a kiváló lendületet adott csapatának. A játékvezetők szinte az utolsó pillanatban Gorinak ítéltek egy technikai hibát, amiért jelen a Brooks dobhatott 2-t, találatával 1 pontra zárkozott fel a Sopron. A második felvonás 15-16-ról folytatódhatott, méghozzá az eddig megszokott ritmusban. A megfogyatkozott Szekszár továbbra is nagyon koncentráltan kosárlabdázott, akik abszolút felvették a versenyt a Sopron címvédőhöz méltó tempójával. Ezután Szara Kröny is volt sikeres, mellyel ismét 5 pontra nőtt a vendégek előnye. A Sopron pedig ekkor váltott ritmust, jelen a Brooks egymás után kétszer is betalált, mellyel 21-20-nál megfordította a mérkőzést. A második negyed végére azonban újból a Soproné lett az 1 pontos előny, a félidő 26-25-ös eredményét pedig végül Sitku Zsuzsanna gyorsindításból szerzett kosara rögzítette. 20 perc elteltével a mezőny legeredményesebb játékosa jelen a Brooks volt 12 dobott ponttal. A második félidő első szekszárdi támadását Mányuki Réka fejezte be kosárral. A vendégek viszont továbbra is nagyon harciasak voltak a pályán. Az 5. percben már 39-29-et mutatott az eredményjelző, és egy újabb vendégidőkérés következett. A folytatásban Studer Ágnes adott ismét lendületet a Szekszárdi együttesnek. A hazaiaknak egyre több üres dobásaik voltak, míg a vendégek egyre több hibát vétettek mind védekezésben, mind pedig támadásban. A differencia tehát 10 pont környékén kezdett el ánlondósulni. A negyed hajráját Fegyverneki Zsófia távoli duplája kezdte, mellyel 49-37-re változott az állás, a játékrész pedig végül Studer sikeres középtávoli zárta. A mérkőzés záró szakasza 49-39-ről kezdődhetett, a Sopronnak így pedig továbbra is 10 pont volt az előnye. A csapatok egyre keményebben kosárlabdáztak. Az olló ezután viszont megint csak nyílni kezdett, a Sopron kispadja továbbra is mélyebbnek bizonyult. Gáspár Dávid sorozatban vetette be játékosait, melyet csak nehezen tudott lépést tartani a kék-fehér gárda. A harcot azonban egy pillanatra se amatták fel.
Az utolsó percekben viszont már szinte teljesen csak a Sopron akarata érvényesült. Góri és Miklós pontjaival a vendégek még egy végső ellenállást tanúsítottak, ez azonban már nem volt elég egy újabb bravúr fordításhoz. Összesítve jócskán megnehezítette a címvédő dolgát az atomerőmű KSC Szekszárd, a 65-57-es győzelmet viszont végül a Sopron Basket csapata aratta. Hölgyeim és uraim, egy nagyon különleges beszélgetéssel folytatjuk sportműsorunkat, mert hogy gőzerővel készül a Szervát ültetettek világjátékára Varga Krisztina, amely Ausztráliában lesz áprilisban. Többek között erről beszélgetünk, illetve van egy régóta működő egyesület, a Győr Szevas Egyesület, amelynek elnöke is itt van, Iker László István személyében. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy jöttetek. Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban. Mi köszönjük. És én azt gondolom, hogy számomra is újdonság, meg szerintem a televízió nézők számára is, hogy van a transzplantáltak számára is külön világjáték, külön bajnokság, külön sportágokban mérik össze tudásukat, és az pedig nagy büszkeséggel tölthet el minket, itt a Sopronban élőket, meg a régióban élőket, hogy Varga Krisztina ott lehet egyedüléként innen a régióban, méghozzá tollas labdajátékosként. Még mielőtt erről a világjátékról beszélgetnénk, egyáltalán szerintem erről a témáról szeretnénk egy kis bevezetést, hogy ez mióta létezik, mióta van a transzplantáltaknak külön világjáték, külön bajnokság? Igazából a transzplantációhoz kapcsolódóan éppen az elmúlt évben ünnepeltük a 60 éves jubileumát, az első vese transzplantációnak, ami a világon történt. 40 éves volt tavaly a májátültetés, úgyhogy igazából utána kezdődött ez a sportolási oldala is a transzplantáltaknak. A világjátékok tekintetében már a 25. világjátéknál tartunk, ezt két évente rendezik, úgyhogy elég régóta elkezdték már a sorstársaink. Európa-bajnokságot is rendeznek a másik két évben, és alapvető a témában az, hogy a szervátültetés után is van élet, sőt a sport az nagyon fontos része az életünknek, ugyanis tudományos kísérletekkel igazolták, hogy a beültetett szerv 30%-kal több élettartamot jelenthet a szervnek, hogyha rendszeresen mozgunk. Ebben a tömegsport, a napi sétától elkezdve akár az élsport is benne van. Az élsport lesz úgy értendő, hogy a szervátültetettek egymással versenyezve juthatnak el erre a szintre. Krisztinának a történetéről mit kell tudni? Mikor kezdtél el sportolni? Ilyen magas szinten mikor? Mit kell róla tudni, mert azt gondolom, hogy ez tényleg nagy büszkeség, hogy ott lehetsz ezen a világjátékon. Én csontvelő transzplantált vagyok, igazából én nem is hallottam erről eddig, amíg meg nem történt a transzplantáció. A transzplantáció alatt az interneten rábukkattam erre a sportszövetségre, mindig is sportoltam, és felkerestem a Laciékat, és végül is a tollas labdát választottam, ami számomra a legközelebbi. Eddikos ellabdáztam, a kontakt sportot annyira a transzplantáltaknál nem elfogadott a sérülés miatt, és gondoltam, kipróbálom a tollas labdát. Elmentem egyszer egy magyar bajnokságra, ott szépen megvertek, élveztem a játékot, és így igazából úgy jöttem haza, hogy na hát ez az, amit én szeretnék csinálni. Sopronba kerestem egy egyesületet, a Sopron Lövér ATS-t, és ott elkezdtem játszani, lettek tollas társaim, és igazából elkezdtem fejlődni. Nagyon megszerettem, elkezdtem több versenyre járni, akkor már nem engem vertek meg, hanem én vertem meg őket, és igazából én a pályán vagyok otthon, nekem, én ott szeretek lenni, és tudtam, hogy ez az én utam. Visszajelzéseket kaptam az egyesület tagjaitól, hogy felnéznek rám, hogy ezt ilyen szépen, tudatosan csinálom, és ez meg egy akkora pozitív visszajelzés, ami még több energiát adott. Még jobban akartam, Pestre jártam feledzésekre, szívtam a tudást magamba,
és meglepetésemre annyira jól ment, hogy felhívtak Pestről, hogy hát megkaptam a kvótát, hogy mehetek Ausztráliába. Egyébként ugye a magyar kvalifikációs versenyen is nagyon jó eredményt értél el. Mindjárt beszélgetünk erről, de neked mikor kezdődött ez, vagy mikor volt a transzplantáció, és utána mikor kezdtél el sportolni ilyen komolyabb szinten? Az úgy volt, hogy 2015-ben beteg lettem, lázos lettem, igazából fél évig feküdtem Szombathelyen, és nem tudták, hogy mitől van ez a láz. Igazából így lebutítva elkaptam egy baktériumot, ami ritka, ez megtámadta a tüdőmet, az immunrendszeremet meg így megölte így egy ilyen érthető változatba, és az immunrendszeremet nem tudták helyreállítani, és ezért volt szükségem transzplantációra. A bátyámat vizsgálták, ő jó volt, jó lett donornak, és akkor Pesten végezték el ezt a csontvörös transzplantációt, ez is gyerekosztályom, mert éppen fértem egy helyre. Ez 2020-ban volt, 3 hónapig steril szobában voltam itthon, akkor ilyen nagyon gyenge voltam, így körülbelül az oknimat tudtam felhúzni, ennyit eltőlem, és akkor napról napra, hogy beépült ez a szerv, elkezdtem mozogni, többet sportolni, így nagyon a nulláról tudatosan, szépen felküzdöttem magam. És akkor a tollaslabda így jött be az életedbe? Tehát, hogy az mikor tájt? Hát az úgy volt, amikor steril szobában otthon voltam. Tehát 2020 körül? Igen, akkor rengeteg időm volt. Egyedül senki, külön egy lakásba. Amikor Pestről hazajöttem, külön voltam egy lakásba. Az anyukám is csak ilyen védőruhába jöhetett be hozzám. És hát ott ráértem. Csak a netet, és ott találtam rá erre. És nagyon szép sikereket értél el a magyar kvalifikációs versenyen. Ennek is köszönhető, hogy ott lehetsz majd a Percy világjátékokon, igen, ugye? Mesélj erről, hogy ott milyen eredmények születtek? Mármint... Azon a bizonyos magyar kvalifikációs versenyen, ahol érmeket is szereztél. Hát a legjobb eredményem egyéni aranyérem volt, utoljára ezüstérmes lettem, van egy nagy ellenfelem, akkor hol ő nyel, hol én. Vele is indulok majd női párosba, és vegyes párosba pedig aranyérmet szereztem utoljára. És ő mire lehetsz jó pörzsben? Mi a cél? Hát egy arany. Szeretném, hogyha a Győr Szava büszke lenne rám. Már az is hatalmas boldogság, hogy magyar mezbe, magyar szabadidőruhába ott fogok állni, vagy magyar himnusz fog megszólalni. Óriási, igen. Igen. Óriási. Az egyesület elnöke mit szól ehhez? Mert ez nem egy hétköznapi dolog, ugye? Pontosan, nagyon jól fogalmaztál, ez igazán nagy dolog az egyesület életében is. Rettentő büszkék vagyunk Krisztire, meg ahogy mondta ő is, hogy ugye nagyon sok embernek példaképe lesz ő. Akár közülünk is, de akár az egészséges emberek között is lehet, hiszen ezek megragadják az emberek fantáziáját, figyelmét. És ezért is szorgalmazzuk, próbáljuk támogatni Krisztit a kijutásban is, meg a folyamatos versenyzésben is, hogy ugye ő egy előretúlt bástyája az egyesületnek ilyen szempontból. Persze vannak azért még más komoly sportolóink is, akik most éppen nem jutottak ki a világbajnokságra, a világjátékokra, de mindenképpen jó, hogyha vannak ilyen emberek köztünk, akik akár így a médiába el tudunk jutni velük, és tudunk beszélni a szervátültetésről, a mi életünkről, a sportunkról, a lehetőségeinkről. Igen, ez egy fontos téma, mindjárt még sok mindenre vagyok én nagyon kíváncsi, meg szerintem a nézők is, de mondjuk el, hogy ugye ennek van egy kiutazási költsége is, hogy Krisztina ott szerepeljen Perthben, és hát úgymond a televízió nézők meg a helyiek segítségét is szeretnénk kérni. Szerintem mondd el te a részleteket, László. Igen, hát egy sportoló kiutazása most az ausztráliai világjátékokra
1,6 millió forintba kerül, és ehhez az Országos Szövetségünk 1,2 millió forintos támogatást szerzett fejenként, vagy kapott pályázat útján. A maradék 400 ezer forintot kell a sportolónak befizetni, ezt akár saját maga, vagy támogatásból, vagy egyesületi segítséggel kell, hogy összeszedje magának, és ebben kérnénk a segítséget a nézőktől, hogy akinek van lehetőség esetleg még ebbe segíteni Krisztit, ezt tegye meg nyugodtan, és szeretettel fogadjuk a támogatást. De ettől függetlenül mindenképpen ki fog utazni, mert azért az egyesületünk oda teszi a hiányzó részt. Ugye itt nézem egyébként a bankszámlaszámot, tehát a Győr-Szevas Egyesület, szerintem online felületen is ez megtalálható, igen, ez a bankszámlaszám, igen. Tehát a kedves nézők. Közösségi oldalon. Meg a közösségi oldalon. Igen, és nagyon fontos kiemelni, hogy tulajdonképpen ezeknek a versenyeknek, meg ennek a sportos életmódnak is az az egyik célja, hogy a szervátültetés után is van élet, van teljes élet. Én nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te történetedre is, hogy nálad mit kell tudni, mikor derült ki, hogyan élted ezt meg? Hát próbálok rövid lenni, én májtranszplantáción estem át 9 éve, és hepatitis C vírus volt az alapbetegség, ami tönkretette a májamat, szép lassan elfogyott, ezért volt szükség májtranszplantációra. Ez elég komoly műtét, ez egy 6-7 órás beavatkozás volt, és az eurotranszplantnak köszönhetően kaptam egy teljesen paraméter azonos szervet. Ezek egy igazi csodák az ember életében, hogy ilyenek megtörténhetnek. És én is igazából a transplantációt követően egy másfél-két éve kezdtem rendszeresen sportolni. Az úszást választottam, és abban sikerült is kijutnom aztán a 2019-es világjátékokra. De azóta is rendszeresen sportolok, és nagyon sokat tesz hozzá az életemhez, a munkámhoz, a mindennapjaimhoz. Lehet teljes életet élni a transplantáció után? Kriszti, hogy érzi? Hát még pluszt is lehet. Sokkal másképp látjuk a világot. Miben máshogy? Amin egy átlagember fennakad, nekem az nem probléma. Így lerövidítve. Én azokon már nem akadok fent. És sokkal boldogabban, kiegyensúlyozottabban, mindenben sokkal-sokkal jobb, vagy nem, ezt így nem tudom, ezt érezni kell, ezen át kell menni, ezen a hosszú úton. Igen, talán az ember még jobban értékel mindent, elégedettebb, hálásabb, én nem tudom. Igen, valami ilyesmi, igen. Csak voltak ilyen személyek, és tényleg ez egy nagyon jó példa lehet, hogy utána is lehet teljes életet élni, erre ti vagytok a legjobb példák, meg a legnagyobb hősök, úgymond. És hát a Kriszti életében meg a következő időszak az nagyon fontos lesz, akkor most a következő hetek mivel telnek? Izgalommal lehet, hogy... Edzéssel. És edzésre. Tehát, hogy ez a igen. Legfőbb. Igen. És akkor utána, tehát, hogy ugye ez most a következő állomás, aztán tovább is tervezed a karriert? Igen, azt meg úgy tervezem, hogy elkezdtem egy tollapslabda edzőit, arra Pestre járok, és transzplantátokat szeretnék majd tollapslabdára oktatni, hogy átadjam ezt a tudást. Hiszen egy transzplantátat én értek a legjobban, hogy miről beszél. És az egyesület életében is ugye természetesen nem csak tollaslabda létezik, hanem más sportágok is. Igen, igen. 8-9 sportágban vannak versenyzőink, az országos kvalifikációs versenyeken indulunk, éppen most hétvégén lesz például a bowlingból egy országos bajnokság, amit az egyesületünk rendez az Öregeszegi Egyesülettel Körmenden, de van nagyon kiváló atlétánk Kapuváron például, van síelőnk Szombathelyen, aki magas szinten űzik a sportákat. Van petánkban versenyzőnk, akik az élmezőnyhöz tartoznak, de nekik is a fő céljuk az, hogy a többieket bevonják ezekbe. Meg az egyesületnek is ez a célja, hogy túrákkal, életmódtáborokkal segítsük elő azt, hogy minél többen mozduljanak meg, és mozogjanak minél többet. Mert hogy mondjuk el még egyszer, amit talán a beszélgetés elején már említettünk, hogy 30%-kal
A sport az mihez is járul hozzá? A rendszeres mozgás, a beültetett szerv élettartamát 30%-kal megnöveli, tudományos kutatások bizonyították ezt. És ez mindennek az alapja, amire törekszünk. Tehát, hogy egyrészt sport, meg hát gondolom az életmód, meg az egészséges táplálkozás, meg minden ebben benne van, tehát, hogy ez egy abszolút komplex. Hát így gyakorlatilag a műsoridőnk az kifutott, de nem is tudom, hogy így zárszóként mit lehetne üzenni akár minden nézőnek, meg akár olyanoknak, akik esetleg ezen gondolkodnak, vagy még nem hallottak erről. Hát szeretnénk, hogyha aki még nem csatlakozott hozzánk, és itt a területünkön, Győr-Moson, Sopron és Vas megyében él, megkeresne bennünket. Lehetőség van nagyon sokféle dologra. Színházbérletünk is van például, amit kulturális oldalon is segítjük egymást. A mozgásban túrákat szervezünk, túrákhoz lehet kapcsolódni, életmódtábor van, kiadványaink vannak, amit el tudunk juttatni mindenkihez. Közösségi oldalon ott vagyunk, ahol lehet egymással beszélgetni, tartani a kapcsolatot, és mindenképpen a rendszeres mozgásra szeretnék mindenkit biztatni. Ez nagyon fontos. Viszi? Hát ugyanezt. Mint ha én mondtam volna, csak szebben megfogalmazva. Hát én gratulálok az eddigi sikerekhez, és minél szebb eredményeket. Meg hát persze szebb eredményeket, én azt gondolom a részvétel is nagyon-nagyon fontos, igen, de hogy tényleg váljanak be az elképzeléseitek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további jó egészséget kívánok, és minden jót nektek. Köszönöm szépen Varga Krisztinának, illetve Iker László Istvánnak, hogy itt voltak. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Hullámzó teljesítménnyel zárta az alapszakaszt a férfi MB2-ben a Soproni Vízilabda Egyesület. A középszakasz hazai fordulójában 2 győzelemmel rajtolt el az együttes. Eseménydús fordulón van túl a Soproni VSE felnőtt együttese. Az együttes most játszott először hazai pályán, mondta el Krasznai Rudolf, a csapat edzője. Először most játszottunk csak hazai pályán Sopronban, egy tornarendszerbe bonyolítják le az egész OB2-es fordulót. Az őszi szezonban volt az alapszakasz mérkőzés, a Dunántúli csapatok játszottak egymással, minden fordulóban 2 mérkőzést játszottunk. A gárda célja idén az volt, hogy a tavalyi helyezősüket felülmúlják. Ez eddig csak részben valósult meg, sok betegséget és egyéb nehézséget tartogatott az alapszakasz. Az alapszakaszban egész jó volt az elején, hullámzó volt a teljesítményünk, de az elején nagyon jó mérkőzéseket tudtunk játszani. A több fordulón nem tudtunk teljes csapattal kiállni sérülések, betegségek miatt, de végig lehetőségünk lett volna a középházba kerülni. Sajnos alsóház lett belőle, egy álommal kevesebb, de próbáljuk ebből kihozni a legtöbbet. A minimális célunk az, hogy a tavalyi eredménynél jobbak érjünk el. Reméljük, hogy ez most sikerülni fog. A középszakaszban 2 csapatot látott vendégül a Soproni VSE. Az új hullám ese ellen 5-11-re diadalmaskodtak, és a Póló Akademi SC gárdáját is sikerült legyűrni 8-13-ra. Nézzük a heti sportprogramokat. A hétvégén várják szeretettel az érdeklődőket az éjszakai családi mini túrára. Hazai pályán tér vissza a válogatott szünetről a Sopron KC, az ellenfél az Alba Fehérvár lesz. Folytatódik a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság, a Svac vendége a Győr új barát lesz. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak, kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is. Sopron Média néven további jó szórakozást kívánunk, minden bele, hajrá Sopron!